Dombóváron tavaly ősszel sokan szorítottak Gerber Istvánért, aki egy reggel kislánya iskolájában lett rosszul, de a tanárok határozott fellépésének köszönhetően sikerült újraélesztéssel esélyt adniuk a felgyógyulására. István nagyon hálás ezért, és még decemberben kezdeményezte Pintér Szilárd polgármesternél az újraélesztés gyakorlatának népszerűsítését a diákok körében, melyhez a Dombóvári Mentő Alapítvány is csatlakozott. Gondolat onnan jött, hogy egy túlélőnek is hívhatom már magamat. Egy hétfői reggel a kislányomat vittem az iskolába, és az osztályban elájultam, összeestem, és produkáltam egy szívleállást, és a tantestületnek és az ott lévő tanároknak köszönhetem az életemet, akik szinte egyik percről a másikra az első pánik után tudták, hogy mit kell tenniük, és elkezdték az újraélesztésemet, és még egy kis szerencsém, hogy 8 percen belül ott voltak a mentősök is, és így gondosan el tudták végezni, amit ilyenkor kell tenni. És azt gondolom, hogy ez elég példaértékű a mai világban a szerencse mellett, hogy így meg tudtak menteni egy emberi életet, hiszen itt állhatok a mikrofon előtt, és ennek apropóján elindítottunk egy-két gondolatot, hogy ezt hogy lehetne az iskolákban akár egy a tanulásba beépíteni, a tantervbe beépíteni, hogy ne rögtön a pánik legyen úrrá, akár a tanárokon vagy a gyerekeken, hanem tudjanak alapvető intézkedési formákat. A saját gyermekén kívül sokan szemtanúi voltak, a határozott, gyors segítségnek köszönhetően jól végződött rosszul létének. Sok embert sokkolt, hiszen ott volt a saját kislányom előtt történt az eset. Szerencsére, hogy így jó lett a vége, egy kicsit most úgy állnak apához, mint egy legendához. Tehát most menő apukájuk van. Ő még azt mondom, aki ott volt, a lányom, ő még 10 éves. Tehát ahhoz, hogy ők azért ilyenkor tudják, hogy mit kell tenni a telefonos, vagy a telefonáláson kívül, azért ők még ahhoz kicsik, de biztos vagyok benne, hogyha ezt ilyen játékos formában elkezdjük nekik oktatni, akár mentős szakemberekkel keresztül, biztos, hogy már nem éri őket talán olyan sokként. A város polgármestere a kezdeményezés mögé állt, hogy az újraélesztés gyakorlatát vigyék el az iskolákba, így 7 oktatási intézmény egy-egy képviselőjével, vezetőjével közösen ültek le a részletek megbeszélésével, kidolgozásával kapcsolatban. Az intézményvezetők mindenképpen pozitívan fogadták, hogy mi, mint a Dombóvári Mentő Alapítvány, illetve hát szerintem István nem mondta, de ő is a Dombóvári Mentő Alapítvány kuratóriumának tagja. Tehát az ő példája ékesen bizonyítja, hogy igenis szükség van erre a tudásra, és mivel mint az oktatási rendszerben még nem kapott helyet, hogy legyen hivatalos oktatás, ezért szeretnénk meglátogatni az intézményeket Dombóváron, és mindenképpen promotálni annak fontosságát, hogy az alapvető eszköz nélkül újraélesztés az egy nagyon fontos és hasznos tudás, életeket menthet, illetve azok a periareszt helyzetek, légúti idegentest, mit tegyünk, hogyha valaki félrenyelt valakit, vagy mit tegyünk, hogyha ha epilepsziás rohamot kap valaki, vagy fulladni kezd, hogy ezeket hogy lehet megoldani laikushoz mérten a legjobban. Ebben szeretnénk segíteni az intézményeknek. Illetve első körben a tantestület arra alkalmas és fogékony tagjait kiképezni mindenre. Hosszú távú együttműködésben gondolkodnak, fórumokon, nyílt napokon, képzéseken fogják első körben a pedagógusoknak megmutatni az alapokat, majd a diákoknak, és rajtuk keresztül szüleiket is szeretnék bevonni az újraélesztés minél szélesebb körben való elsajátítása érdekében Dombóváron. Amikor összeültünk, hogy akkor erről beszélgessünk kicsit, nem volt háttérinformációnk arról, hogy melyik intézményben hogy áll ezeknek a képességeknek az elsajátítása. De úgy látom, hogy azért, mivel mindenki pozitívan fogadta, szükség lesz rá. Az a legnagyobb probléma, hogy amikor az ember inkompetensnek érzi magát egy dologban, tehát attól fél, hogy jaj, nem vagyok jó benne, mi lesz, ha elrontom, milyen bajt csinálok, ugye akkor jön a lefagyás, meg a helyzetben a sokkolódás, hogy te jó ég, most mi legyen. Viszont minél inkább elmélyül egy képesség, vagy minél többször begyakorol az ember egy mozdulatsort,
Amikor már-már gondolkodás nélkül képes cselekedni, akkor ez felül tudja írni a stresszre adott elsőleges lefagyásos választ. A hangsúly az elsősegély nyújtás oktatás rendszerességén van. Erről többen határozott álláspontot alakítottak ki az egyeztetés alkalmával. Pintér Szilárd polgármester kiemelte, hogy az iskolákkal, valamint az alapítvánnyal együttműködve szép sikereket érhetnek el a dombóvári közösségben.